A Központi Statisztikai Hivatal közölte reggel a 2014-es negyedik negyedéves gazdasági növekedési adatokat. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy továbbra is stabil és erős a gazdasági növekedés Magyarországon, és a várakozásokkal ellentétben ez a növekedés nem lassult. 3,4% a bruttó hazai termék kibocsátása a negyedik negyed évben. Ezzel úgy számolunk, hogy 2014-ben a magyar gazdaság növekedése 3,5%-kal haladta meg az előző esztendeit. Azt is hozzátehetjük, hogy ez a piaci elemzők várakozásait és a gazdasági minisztérium várakozásait is meghaladó növekedési adat. Összességében tehát azt tudom mondani, hogy a várakozásokhoz képest nem lassult a magyar gazdaság növekedése. 2015-ös gazdasági várakozásaink azok határozottabbakká és megalapozottabbakká váltak jóval, mint korábban, sőt azt tudom önöknek mondani, hogy a gazdasági minisztérium erre az évre várt 2,5%-os növekedési kilátása is egyre inkább, ahogy szokták mondani, felülről kockázatos, tehát azzal számoltunk, hogy akár ennél magasabb ütemben is tud nőni a magyar gazdaság. Hogyha a beruházások, az ipari termelés, a fogyasztás ilyen mértékben fog a következő hónapokban is javulni, akkor azt tudom mondani, hogy a 2,5-et nyugodtan felfelé lehet majd korrigálni, de ezzel még érdemes várni néhány hónapot, hogy biztosabb adatokat kapjunk a magyar gazdaság idei teljesítményéről. Egy záró mondatot még hagyd tegyek hozzá, hogy jó okunk van most már úgy kalkulálni, hogy idén februárra a magyar gazdaság teljesítménye az elérte és meghaladta a válság előtti szintet.